12 tagszervezettel alakult meg Sárospatakon a Civil Kerekasztal Egyesület. A szervezet tájékoztatóján elhangzott, pártsemlegesek és a jövőben is azok kívánnak maradni. Az elnökség szerint a helyi civil stratégiát és a véleménycsere alapjait szeretnék megteremteni a városban. Talán az volt egy döntő szempont, hogy mindenki, aki itt az egyesületet megalakította, úgy állt hozzá, hogy emberek vagyunk, nem csak szervezetek, az embereknek a véleménye fontos, ezeket össze lehet hangolni, ezt meg lehet vitatni, meg lehet beszélni, és akkor abból valami jó dolog sülhet ki. A különböző civil szervezetek azért is tömörültek egyesületbe, mert úgy vélik, így nagyobb érdekérvényesítő munkát tudnak majd végrehajtani. Céljaik között szerepel, hogy a városvezetés munkáját szakértői szakmacsoportokkal segítsék. Ennek szeretnék szervezeti formáit is kérni majd. Valami, remények nem kiharcolni kell, hanem ezt normálisan át tudjuk beszélni, szeretnénk bizottságokba bekerülni. Szakértőket küldeni oda, hogy már, ahogy említettem, a döntések előkészítésének időszakában szakértői álláspontokat lehessen odavinni, amit egy széles civil közösség forralt ki, dolgozott át magán, és ezt tudják odavinni. A Civil Kerekasztal Egyesület vezetői azt is elmondták, középtávú tervei között szerepelne egy civil ház kialakítása, ahol tagjaiknak és a lakosságnak is szerveznének programokat.